November utolsó keddjén Korányi András előadásával zárult az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szabad Egyetemének őszi szemesztere. Megkérdeztük a tanárúrtól, hogy így visszatekintve nehéz volt-e felkészülnie az idei fél év témájára. Új témát kaptunk a hallgatóktól, a hallgatóságtól, most a prófétaság és az egyház helytállása különböző kritikus helyzetekben, ez volt a témánk. Úgyhogy adja magát, hogy ez egy inspiráló téma. Rengeteg olyan egyháztörténeti példa is van, meg jelenleg is aktuális, ami nyugodtan ide köthető volt, úgyhogy annyira azért nem volt veszélyes. Az előadás a keresztény közösségek szociális tevékenységeiről szólt, amit interjúnk során Korányi úr velünk is megosztott. A mai előadásnak talán még provokatívabb címe van, a cím úgy hangzik, hogy szeretet intézménye az egyház, és a prófétasághoz, illetve a tanúságtételhez hozzátartozik-e az, hogy jót tegyünk mindenkivel. Mindenki rávágná ma a választ, hogy természetesen, de azért ez ennyire nem egyszerű, hiszen az egyházat nem lehet csak a jótékonykodással azonosítani. Az előadó felvázolta az alapokat a diákpadokban ülők számára. Azt, hogy mi miatt lehet az egyházra szeretet intézményként tekinteni. Szerettem volna az elején be is szűkíteni a biblikus megalapozást is, elsősorban az irgalmas samáriai történetére, hiszen Jézus ebben a példázatban nagyon egyértelműen beszél arról, hogy mit kell gondolnunk a felebaráti szolgálatról. A kulcs szava a példázatnak, az irgalmas samáriai példázatnak a felebarát, és hát József Attila után szabadon azért hozzátettem ezt a félmondatot, hogy felebarát vagy talán egészen az. Nagyon nehéz dolgunk van, hogy tényleg a külvilággal, a rászorulókkal, a hozzánk segítségért fordulókkal, mennyire tudjuk megismertetni az egyház belső, spirituális, biblikus tartalmát, vagy mennyire marad formális, technikai, szociális érintkezés az ezen a téren megvalósuló kapcsolat fölvétel. És akkor bele is vágunk, mielőtt még eltűnik az első képünk. Az új szövetségi alapok teljesen szubjektív és természetesen beszűkített a válogatáson, de azért mégiscsak igyekeztem ennek a fele barátságnak többféle megközelítését összegyűjteni, és ahhoz az újszövetségi iratokhoz, vagy az újszövetségi kortörténethez visszanyúlni. Lukács evangélium 17. részében van ez az irgalmas samáriai fele barát kérdés. Szeress fele barátodat, mint önmagadat, e körül folyik majd a disputa. Melyek a nagy parancsolatok, mik azok, amiket Isten számon fog rajtunk kérni. Jézus a szeretet kettős parancsát említi itt, vagy hát más értelmezés szerint most már a modern teológiában a szeretet hármas parancsolatáról szoktunk beszélni. Szeresd Istenedet, szeresd felebarátodat, és szeresd legalább önmagadat valamennyire. Nem jobban, mint a felebarátodat, de azért valamennyire szabad. Tehát szeresd felebarátodat, mint önmagadat, és erre a tisztázó kérdés, de ki az én fele barátom? Ugye az elhárítása, pontosítása, teológiai kérdése, afelől nem lehet sok kétsége senkinek, tehát talán mindegyik és mind a három. Három irányból lehet megközelíteni, hogy kikhez fűz bennünket ez a fajta külvilággal való szolgálati találkozás. Az első szó, amit kiválasztottam, a kötelesség, tehát hogy ezt végezni kötelesség. Jakab levelét lehet ideidézni, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát az új szövetségben van egy nagyon világos hangvétel ebben, hogy az egyháznak a szeretet szolgálatban való megállása az nem szabadon választott feladat, hanem hozzátartozik a kötelesség teljesítéshez. Jót tenni, persze aztán ezt még lehetne bőségesen ragozni az új szövetség alapján is, ide lehet idézni más leveleket, elsősorban azokkal, akik testvéreink az Úrban, azokkal tegyünk jót, ha velük nem teszünk jót, ugyan kivel fogunk jót tenni, ne áltassuk magunkat azzal, hogyha az egyházon belül nem működik a gyülekezeti, az egyházi közösségben ez a fajta szolgálat, akkor az egyház hitelesen és erővel tudja ezt kifelé képviselni. Tehát vannak ilyen megkötések, de ettől még semmit nem volna abból a szóból, hogy kötelesség. Játszottam persze a szavakkal, hogy mindegyik kövel kezdődjön, tehát azért valamennyire megjegyezhető legyen ilyen szempontból is. A
12 apostol tanítását összefoglaló újszövetségi kortölteti iratból származik a második idézet, és itt az idézet úgy hangzik egyszerűen, hogy számadással tartozik, aki valamit kapott fölöslegben, tehát a saját szükségletein túl, mert kapott, és valamiért kapta, amit kapott. Ez a valamiért kapta, amit kapott, ez a többlet az új szövetséghez képest, tehát a didáké, az apostoli tanítás összefoglalása ebben mutatja meg azt a pluszt, hogy az embernek ezt a kérdést föl kell tennie az életformájával, a világi javaival kapcsolatban és az evilági javaival kapcsolatban is, miért kaptam én ezt? És a válasz egyértelmű, valamiért kapta, amit kapott. Tehát ez azt is jelenti, hogy ha valamim van, vagy valamit tenni tudok, az automatikusan azt jelenti, hogy közösségbe vonódom azokkal, akikért ezt megtehetem, akiknek ezt odaadhatom, akikkel ezt megoszthatom, akikre lelkileg vagy anyagi szempontból ez szinte részletkérdés most a lényeget tekintve felelősséggel tartozom. Tehát kötelesség, közösség, és a harmadik pedig a követés kérdése, tehát jót tenni, a felebaráti összetartozást vállalni, az követés kérdése is. Ahogyan ezt érdekes módon egy pogány szerzőtől szerettem volna ideidézni, hiszen Kelszosz hellén görög filozófus volt, és valamikor a 160-180 közötti időben írja le ezt a mondatot, vagy mondta ezt a mondatot. A mondatot Tertullianus teológusunk jegyezte fel, aki szintén abban az időszakban 180 környékén már aktív volt, tehát állítólag Kelszosz ezt mondta volna, Tertullianus közvetítésével tudjuk. Kelszosz nagy ellensége volt, vagy nagy kritikusa volt az ókori kereszténységnek, az üldözés korában élő kereszténységnek, és aztán utána, miután jól megkritizálta, meg elmondta mindennek őket, utána egy ilyen fölkiáltás van a tőle származó anyagban: nézzétek, mennyire szeretik egymást a keresztények. A pogány világnak, illetve a filozófián nevelkedett világnak megszégyenítésül mondja ezt Kelszosz, hogy erre gondolni kéne, tehát nem tartom őket semmire, de ők messze lepipálnak bennünket közösségi összetartozásban, és ebben a szempontban benne van az is, hogy a felebarátság, a vállalt felebarátság az óhatatlanul keresztény brand ismertetőjel. Tehát ahol keresztény közösség van, gyülekezet van, egyház van, bármilyen logóval próbálja magát reklámozni, semmit nem ér ahhoz képest, ami ebben a mondatban benne van, hogy nézzétek meg, hogy mennyire szeretik egymást, ezt aztán lehet szinonimákkal ragozni, vállalják az összetartozást, egymást, a közös ügyet, és ez egyértelműen Jézusra mutató jel. Tehát van egy olyan része, hogy nem teszem meg, az bűn, tehát kötelességem megtenni, van egy olyan része, hogy gondolnom kell másokra, és ez közösségbe von engem, amim van, és a feladatom. És a harmadik dolog, hogyha mindenki ezt teszi, akkor ez elárul valamit arról, hogy a Mester hogyan van jelen közöttünk. Tehát a követés kérdése. Semmi más célom nem volt egy ilyen teljesen önkényes és teljesen kivonatos felsorolással, mint hogy próbáljam érzékeltetni, hogy a kereszténység számára az, hogy szeretett szolgálatot végez, vagy másokért tehet valamit, az nem egyszerűen a jótékonykodás kérdése. Vagy nem egyszerűen csak egy technikai, karitatív akció, aminél van egy bevételi oldal, van egy kiadási oldal, és van közben a megoldott feladat, hanem sokkal, de sokkal többről van szó, és hogyha ezeket a szempontokat, és még a hozzá sorolható többi, az egyház a szeretett szolgált végzése közben figyelmen kívül hagyja, akkor azt lehet mondani karitásznak, lehet mondani diakóniának, nagyon sok mindennek, de nagyon nagy valószínűséggel egyházi szolgálatnak alig van. Korányi András a prófétesek szerepére is rávilágított. Rámutatott a múltbéli és a jelenben profétáluk szerepére a társadalomban. Hát a proféták rettenetes kellemetlen helyzetben voltak mindig a Biblia szerint is, úgyhogy először is volt nekik egy kritizáló funkciójuk, és
Isten véleményét kellett elmondani, vagy az egyháznak az Isten igéje alapján véleményt formálni arról, amit maguk körül láttak. Más esetekben reményt kellett adni olyan dolgokkal, amiket aztán nem emberi garanciával, hanem Isten ígéretét beteljesítve kellett valahogy megvalósítani. És hát ma talán egy kicsit ilyen nagyképű fogalmazásban úgy szokás mondani a nyugati kultúrában, hogy van egy ilyen monitoring feladata az egyháznak, nyomon követi az eseményeket, és időről időre szóvá teszi, hogyha lelki dolgokat akár rendszer szinten, akár egyénileg sérelem ér. Ezen ismereteket Árpádházi Szent Erzsébet életével és lelkiségével támasztotta alá. Normális, természetes emberként fogta fel a feladatot, tehát nem arról van szó, hogy kifejezetten vonzódott volna mondjuk a gennyes fekélyek vagy az egyéb emberi problémák iránt, hanem itt jön be az a magyarázat, amit Erzsébetnél állandóan szem előtt kell tartani, hogy Erzsébet úgy lett a katolikus karitász, vagy az evangélikus diakónia nagyszentje, vagy nagy alakja, hogy valójában ő Krisztust akarja szolgálni. Még akkor is, ha nem esik neki jól. És ezt nagyon-nagyon szeretném aláhúzni, többszörösen aláhúzni. Nem arról van szó, hogy Erzsébet kicsattanó örömét leli abban, hogy kifejezetten ápolatlan, szorult helyzetben lévő, az emberi nyomorúságot igazán depresszív formában odahozó emberek között kell leélnie az életét, hanem azt mondja, hogy pontosan azért, mert ha kicsikkel megteszi valaki, Krisztussal magával teszi meg, ő e tekintetben Krisztussal akar találkozni. Ő úgy gondolja, hogy, és itt jön be a nagy fordulat, könnyebben találkozik ezek között Krisztussal, mint a saját osztálya beliekkel, mondjuk a különböző dinasztikus kapcsolatokon keresztül. Ez óriási változás, de józanul kell, tehát Erzsébet karitatív tevékenységét látnunk, aki annak ellenére végez karitatív vagy diakóniai feladatokat, hogy egyébként neki is nehezére esik. Erzsébet lelkiségéről részben ezt már próbáltam mondani, megalapozni, most egyszerűen szeretném levonni a következtetéseket. Tehát egyrészt Erzsébet lelkisége a Krisztus követéséből fakad, ahogyan egyébként nyilván Ferencnél is, Domonkosnál is, és a kor nagy reform szentjeinél is. A Krisztus követésének pedig egyértelmű megfelelője egy, a korrektség és a jogszerűség, kettő, a szegénység. A korrektség és a jogszerűsége annyi, hogy följegyzik a nagy lakomákra, amikor még a férje élt, hogy minden egyes esetben, amikor oda kényszerítetett az előkelőkkel, meg a családtagokkal az asztalhoz, akkor volt egy jelrendszerük egymással, Erzsébet ránézett a férjére, akkor a férje tudta, hogy most egy egyértelmű állásfoglalást kell adnia. Az állásfoglalás egy kimondatlan kérdés az volt, hogy hatalmi erőszakkal vették el azt, ami az asztalon van, vagy pedig jogszerűen került, tehát a megfelelő adórendszeren keresztül került oda az asztalra. Erzsébet ugyanis ennek megfelelően nevet vagy nem evett. Tehát Lajos, ha rábólintott, hogy igen, most nyugodtan ehetsz, akkor megint egy Timi van előttünk, összecsapta a tenyerét Erzsébet, és azt mondta, jaj, de jó, nekünk most végre ehetünk és ihatunk. Ja, a következő, de ha jelezte, hogy ezt most jó lelkiismerettel ne vállalt be, akkor jött a nagy böjt, amiért persze az asztal társaság meglehetősen utált vele étkezni. Tehát nem, hogy állandóan kellemetlen dolgok, kellemetlen légkör alakult ki ezzel. A másik jellemzője a lemondás, az aszkézis. E tekintetben Erzsébetnek a nagy védelmezője volt Lajos, és volt még egy gyóntatója, Márburgi Konrád, aki szintén, hát ő volt aztán az Erzsébet halála után a szentélyavatásnak a nagy előmozdítója, mindaddig, amíg a környékbeli erdőkben le nem mészárolták, mert volt egy olyan grófi család, ő inkvizitor is volt, és mint inkvizitor megvádolta az egyik grófi családnak a jeles tagját, és hát ezért a család úgy gondolt, hogy a legegyszerűbb lenne most már pontot tenni a főlevezés helyett a Konrád mindenféle ereknek mesterkedései ellenében, és így a legegyszerűbb út az volt, hogy legyilkolták Konrádot. Ez azért másfél évig megakasztotta többé-kevésbé
a szentélyavatást, aztán utána jött egy újabb társaság, amelyik fontosnak tartotta, azok a családtagok, Lajosnak azok a családtagjai, akik Erzsébetet életében utálták, és Varjúvárából közvetett eszközökkel szépen eltávolították, meg kellemetlen figura volt a családi utódlásban és egyáltalán az életben. Tehát lemondás és aszkézis, amivel Erzsébet azt a kontrasztot hangsúlyozza, ami a társadalmi pozíciójából fakad, és amivel ő nem tudott azonosulni. Megint egy közös pont, ami Ferenccel összeköti. Ferencnek is az a baja, hogy az apja által rákényszerített életformával nem tud azonosulni. Tehát hiába tervezi meg az apja, hogy te leszel majd a jól működő vállalkozás következő dinasztiája, te viszed tovább a céget. Ferenc azt mondja, hogy bocsánat, én olvasom az evangéliumot, nekem az a cég nem kell, mert nem egyeztethető össze azzal, amit az Isten tőlem akar. Erzsébet ugyanezt mondja a politikai összefüggések között. És ez megint nagyon-nagyon jellegzetes öröksége az erzsébeti gondolkodásnak. Egy következő sajátosság, hogy egy olyan női szent ideál lép elő a 24 évesen elhunyt Erzsébetben, aki már nem feltétlenül mondjuk egy kolostor falai mögött 70-80 évig tisztes magányban élő és imádkozó asszonynak az élete. Aki egyébként a szüzességi fogadalom alapján, tehát a szerzetesi fogadalmak alapján tényleg megérlelődik és egy klasszikus úton beérett katolikus vagy középkori szent kerekedik belőle. Erzsébet ezzel szemben egyrészt volt egy szerelmes tinédzser, amit nem lehet letagadni, tehát teljesen világosan kilóg abból a sorból, hogy ő most akkor zárdába kívánkozni. Gyerekeket szülő édesanyja volt, és a harmadik dolog, ami megint nagyon fontos, hogy egy olyan özvegy volt, aki megint nem azt választotta, ami az arisztokrácia vagy a nemesség klasszikus receptje volt, hogy elvonul valahova vezekelni a férje meg az egyéb politikai bűnökért egy kolostorba, hanem azt mondja, hogy ő kilép az aktív szolgáló életbe. És amilyen van, azt rá akarja fordítani a szegényekre, néha ész nélkül, tehát azért kellett mellé is egy menedzser, egy alkalommal az örökségének a felét szétosztotta egy délután alatt a szegények között. Ezek után, mikor megtudta a lelki gondozója hazatérve Márburi Konrád, a vagyon másik felét azonnal zárolta, és hát ebből épült fel aztán a Márburgi ispotály. Tehát a nagyságrendekkel nagyjából tisztában lett, azt mondta, hogy nem baj az, hogyha szolgálsz, csak ne ész nélkül. De tehát inkább legyen egy sokaknak biztonságot adó intézmény belőle, mint az, hogy most egy napi vacsorát megoldottál a másik felét is. És akkor ez a klasszikus mondat, amikor egy csomó szegény megy oda a Márburgi ispotály környékére, rettenetesen hideg, talán ilyen este van, mint ez a mostani. Erzsébet nagy tüzeket gyújtat, és amikor aztán néhány falatot mindenkinek tud adni a tömegből, akkor elkezdenek énekelni a szegények ott az esti tűznél. És ekkor mondja Erzsébet ezt a talán egyetlen tőle megmaradt mondatot, vagy hitelesen tőle megmaradt mondatot, megmondtam nektek, hogy boldoggá kell tennünk az embereket. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szabad Egyeteme a tavaszi szemeszterben is várja a jelentkezőket.